Július 26-án és 27-én, azaz az elmúlt hétvégén került megrendezésre negyedik alkalommal a Sóvidéki Offroad Fesztivál Parajdon, a gyönyörű Rapsóné vára határában. Az esemény két napot tartott, szombaton és vasárnap rengeteg izgalmas programmal, érdekességekkel várta az érdeklődőket. A fesztivál többnyire az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Nagyon sok szponzorunk van szerencsére, többek közt a Parajdi önkormányzat, neki köszönhetjük leginkább, illetve kisebb cégek szponzorizáltak, egyéni vállalkozók és stb. Elsősorban van egy egyesület, a Sóvidéki Offroaders Egyesület, és jártunk túrázni. És a tagok közül voltak, akik különböző fesztiválokon vettek részt, és akkor ebből jött az, hogy akkor miért is ne szervezünk mi is egy fesztivált. Így kezdődött, ez volt az alapötlet. Egyébként az első fesztiválról tudni kell, hogy egynapos volt. A fesztivál során látványos offroad versenyeket tartottak, amelyek kihívást jelentettek mind a versenyzők, mind a járművek számára. A különböző kategóriákban induló résztvevők megmutatták ügyességüket és technikai tudásukat a nehéz terepen. Idén bejött a gyerek kategória is, ami egy ilyen nagyon mezőn fog zajlani, kiszalagozott pályán, de egyébként szombat az inkább a motor ATV kvadoknak van szentelve, illetve vasárnap a terepjáróknak. A motorosok között három kategória van, A, B, C, és ugye idén van a gyerek, a terepjárósoknál pedig kettő, a nagyobb autók, illetve a kis autók. Idén jöttek a Monster Truckok, ami egy érdekes show lesz. A résztvevők számos településről eljöttek a versenyre, nem csak, hogy megmérettessék magukat, de egy felejthetetlen élményben gazdag két napon vegyenek részt. Második alkalommal veszünk részt a fesztiválon, Kovászna megyéből érkeztünk. Jelenleg ATV-vel érkeztem, az ATV kategóriába vagyok benevezve. A helyszín és az élmények, amiket szerzünk, gyűjtünk, inkább az, ami azért jöttünk szórakozni, persze élményt, tapasztalatot gyűjteni. Igazából a szórakozás, a megmérettetés motivált, jó a közösség, jó, nagyon jó a rendezés, és egy Klebren 850-es ATV-vel érkeztem. Milyen felkészültséggel jár egy ilyen verseny? Milyen előkészületek szükségesek, hogy indulhass egy ilyen versenyen? Igazából a motort, ami szükséges felkészíteni mechanikailag, hogy jól működjön, ne történjen semmi probléma, a felszerelés és edzés egyéb nem szükséges. Milyen közösségi élmény nyújt számodra ez a fesztivál? Hát igazából nagyon kellemes, összetartás, jó hangulat, motiváló és egyben... Ketten teljesítetek eddig 8 kör. Szuper hangulat. Milyen programot vagy versenyt vársz leginkább az idei fesztiválon? Én igazából az endurókat, meg az ATV-t és a jeepek is, az is nagyon érdekes. Mi volt eddig a legemlékezetesebb pillanatod itt a fesztiválon verseny során? A dagonyászás az elég érdekes, meg a traktorhúzások, amikor ki kell szedni a sárból a jeepeket, meg minden igazából a bakik, a hibázások, maga a pálya is elég jó. Igazából, hogy történnek a dolgok, minden érdekes. Igazából a szórakozás a fontos, mi azért jövünk, nem feltétlenül a helyezésig. Az esemény nem csak a versenyről szólt, a szervezők számos kiegészítő programmal készültek, hogy mindenki jól érezze magát. A fesztiválon kisebb korosztály is megtalálhatta a kedvére való programot, mivel ugrálóvár és pónilovaglás is volt. A szervezők a résztvevők biztonságára is gondoltak, mivel mentőszolgálat is állt az esetleges balesetekhez szükséges ellátásra. A fesztiválon ismét bebizonyosodott, hogy a Rapsóné vára környéke ideális helyszín egy ilyen nagyszabású és látványos rendezvényre. Az offroad sportok kedvelői számára ez az esemény minden évben kihagyhatatlan program.